Ecskereki képviselőtestület mai ülésén a legfontosabb napirendi pontok között szerepelt az új polgármester és alpolgármester, valamint a városi tanács tagjainak kinevezése. Az ellenzéki tagok közül a Demokrata Párt képviselői elhagyták az ülést, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői az ülésteremben maradtak, ám nem vettek részt a szavazásban. Sajnálatra méltó az, hogy a költségvetés, amikor üres, amikor nincsenek az alapvető kérdések megoldva, akkor új kinevezések, új polgármester leváltások, és egyetlen egy beszámoló, egyetlen egy gond nincs megoldva. Gondolom, hogy ez a város nem ezt választotta, és ez a város, illetve a polgárai nem ezt érdemlik. A képviselőtestület ülésén titkos szavazással megválasztották az új polgármestert, Csedomir Jányics személyében a Haladó Pártból, aki eddig az alpolgármesteri tisztséget töltötte be. A választási kampány során tett ígéreteink megvalósítására törekszünk. Legfontosabb célunk pedig a munkahelyteremtés. A hazai és külföldi befektetők idevonzását is feladatunknak érezzük. Továbbá beváltjuk azt az ígéretünket, mely szerint 2015-ben Nagybecskereknek egészséges ivóvíze lesz. Az új polgármester még azt is megerősítette, hogy a jövő héten fogadja majd a Kis-Amerika városrész polgárait, akik ma is tiltakozást szerveztek a város központjában. A képviselőtestület ülésén a polgárok képviselője elmondhatta, hogy ellenzik a város illetékeseinek döntését, hogy a Begatavon szórakozóhelyeket létesítsenek.